Tóth Imre és Piukovics Norbert kezdeményezők az éveket ma adták át a Magyar Nemzeti Tanácshivatal vezetőjének, Bábi Attilának. A polgárok szeretnék azt, hogy a Szabadkai Rádió magyar műsorai a változatlan formában egy önálló szerkesztés politikával a jövőben is megmaradjanak, és visszautasították azt a lehetőséget, hogy ezt a szerkesztőséget beolvasszák a Pannon RTV keretei közé. Szeretném kihangsúlyozni, hogy semmi bajunk nincs a Pannon RTV-vel, nagyon tiszteljük a kollégákat is. A petíció szervezői elmondták, az elmúlt két hétben Vajdaság több településén járták ismerőseiket az önkéntes aktivisták. Szervezeten gyűjtött a nyugdíjas szervezet, ifjúsági szervezet, számos civil szervezet. Aláírták a petíciót közéleti személyiségek, művészek, újságírók, de a Vajdasági Magyar Szövetség számos tagjai is. Ugyanakkor sajnálattal állapítják meg, hogy akciójukhoz nem csatlakoztak a Szabadkai Rádió horvát, bunyavác, meg német műsorának készítői, akik nemzeti tanácsaik által még inkább gyarapították volna valamivel több mint 6600 aláírás számát. Meg is vádoltak bennünket rombolással, szeparatizmussal, amit ezúton is szeretnék a leghatározottabban visszautasítani. Ilyen módon könnyebben találhatott volna befektetőt a Szabadkai Rádió, amely a szerb műsorokat finanszírozhatta volna, a többi nemzeti tanács pedig kivehette volna a részét a különböző kisebbségek nyelvén történő műsorok finanszírozásában. A pakliban van természetesen az is, hogy lemondok, megvárjuk még, hogy pontosan mi fog történni az elkövetkező napokban. A Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási bizottságának elnöke felszólított a pásztor Szent a VMS és Hajnali Lenőt az MNT elnökét, hogy ne menjenek szembe választási ígéreteikkel és a polgárok akaratával. Most még van idő a korábbi hibás döntéseik felülvizsgálatára, fogalmazott Németh Ernő. Itt a pultvizsgára lehetőség Pásztor Istvánnak és Hajnali Lenőnek. Ha nem változtatnak ezen a politikán, akkor a következő alkalom már a választások lesz, és a nagy bukás következhet be. A jelentés készítésre pillanatáig az MNT-ből és a VMS-ből, de más Szabadkán tevékenykedő pártból sem érkezett kommentár a petíció átadása kapcsán.